Most én fogom megnyomni a gombot. Na. Miért kell így beszélni? Jól kezdődik, nem? Hát úgy kell kezdeni, hogy kezdeni kell. Miért kell így kezdeni egy áru? tartalmat? Szerinted mi történt? tegnap előtt. Nem tudom, de azért kell így beszélni, hogy megbotránkoztassuk az embert, és ott maradjon. Fú, ez a csávó egyébként engem, engem baromira kikészít. Mindjárt belevágunk a témába, amiért összejöttünk, de aktuálisról is gondoltam beszélgetni egy kicsit. Hát az is aktuális, amit hoztunk. És ez is aktuális, amit hoztunk, mert az a csávó egyébként annyira hihetetlenül tehát akar-vakaratlanul szembe jön velem a TikTokon, a másik meg ez a hey, géből, ilyen Pokémon tánc, és már azon. E, 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 Hú, cseszve az algoritmusom, úgy értem. De szembe. Én, én szerencsére rá. még mindig csak kis kutyákat kapok. Aha, meg csöcsöket, meg ilyenek. gondolta volna. Szóval, hogy az van, ez a csávó eléggé szerves része. Én nem foglalkoztam vele sokat, olyan sokat. Öt videóját néztem meg, és emiatt nem is szeretnék túl sokat beszélni róla, mert mert nekem ez a szándékos polgárpukkasztás, szándékos ö, ö, sznob vagyok és mutogatom, közben álszentkedés, közben totál egyértelmű, hogy ez egy felvett szerep azért, hogy, hogy nézőket vonzom maga köré, csak én mindig felteszem a kérdést magamnak, hogy igen, van az a helyzet, amikor a cél szentesíti az eszközt, és azt tudom mondani, hogy populáris leszek azzal, hogy, hogy bevágódok így a közéletbe, a mainstreambe, hogy egy karakter legyek és majd utána ráérek idővel foltozgatni az én karakteremet, de nem is tudom, hogy ki mondta, na, utóbbi napokban hallgattam egy, egy vitát erről, vagy egy véleményt, ami pont a két okosra vezette vissza az egészet, hogy a mai generációban már tényleg az van, és az a nagyon együtt tudtam érteni, hogy már nincsenek ilyen morális kérdések, hogy mi lesz az általános összkép, hanem legyek minél populárisabb. Le, tehát már, már nem érdekel, hogy ez mivel fog járni, csak legyek minél populárisabb. Ez a minél egyszerűbben felfogható kontent eszme, nem is tudom, hogy minek lehet nevezni, amit, amit ő csinál mert, mert ad át gondolatokat. Én kicsit több videójába tekintettem bele, mint öt, és Sajnális. szándékosan visszamentem a legelejére. Nem merem azért kiállítani azt, hogy teljesen fasáokat mond, de, de ez eszméletlőbb ez, ez blödségeket állít a, 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 a némelyikbe. A kedvencem, nem tudom, hogy azt el is küldtem -e neked, az viszonylag friss videója. Az a nős? Nem, Én azt a, ahol elmondja azt, hogy, hogy, hogy miért fontos az, hogy gazdag legyél. Meg az, izé, a miért viszed el zsíros kenyerezni a csajodat? Ez olyan bol. Miért viszed el zsíros a csajodat? De nem ez a otthon ülsz, pörgeted este a TikTokot, este tízkor, és szembe jön veled ez a mérhetetlen negativitás, és az, az a csáv is azt sugalja veled, hogy egy darab szar vagy, mert hogy ezt te nem teheted meg, én viszont igen. Mondjuk ez, ez egy tök jó megfogalmazás, mert a, az a réteg, akinek ő szól, amúgy nem, nem az átlag. Nem, Nem mondhatjuk azt hogy az az átlag. Nem. És és akkor a, a, az átlagnak átlagban az átlag fiúkban, mert szerintem azért azt kimondhatjuk, hogy zömében gyerekek nézik, vagy hát ilyen fiatal fiatalok fiatal... fiatal felnőttek, akik fogékonyak erre a fosságra, és, és elkezdik elkezdik ezt ezt a materialista világot ezek a valóban fontos dolgok, de az, hogy neki ez a legfontosabb, és ez ez adja a mércét, én elfogla, elfogadom, élje így az életét, de ez nem menjen már annak a kárára, hogy mondjuk egy átlagember szarul érzi magát, hogy valóban ez a, te, találd meg, hogy mi, neked mi okoz boldogságot, és nem kell ilyen uh, számodra gyökereknek, ő sose fogja a te világoddal nézni, meg amikor elkezd most. Uh, Belenéztem, egy olyan videóból elkezdte az ő diplomáit sorolni, amikor mm, valaki elkezdte mm. fikázni. Ember, közszereplő vagy, és én mérhetetlenül szar stratégiának gondolom azt, amikor valaki elkezd így utólagosan magyarázkodni dolgokról. Engem nem érdekel. Tehát, hogy a, a, a gazdagságos videójában azt mondja, hogy azok mondják azt, hogy gazdagsággal nem leszel boldog, akik, akik nem gazdagok. Na már most akkor itt meg lehet ragadni a lényeget hogy Ebbe én is bele fogok kötni. Nekem nincs diplomám, nyelvvizsgám meg semmilyen, de elkezd belebegtetni azt hiszem öt-hat kék kis könyvet, ö, ö, négyet, egy, egy, egy ö, bordószínűt, mm. egy diplomája van. Egy, 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 olyan, egy olyan diplomája van, amit amúgy szerintem bárki ki tud seggelni, mert sima kommunikáció, sima bölcsész diplomája van, a, a, többi, a többi meg igen. kicsit degradálom, mert, mert ő csak jól mozgott a világban, ami, ami viszont. El, Jó, egy nem, ügyes nem, dolog, tehát nem, nem, nem alábecsülendő. Nem, nem elvehető tőle, amiért teljes tiszteletem neki, meg igazából nyelvvizsgákat kezd el sorolni. Most, oké. Okay. Ezzel tényleg nem lett több, szerintem az átlagember szemében. Ha meg valakinek igen, hát üssek ő, nem véletlenül van ekkora nézettsége neki, amekkora van. Én szánom azokat az embereket, akik adnak az ő véleményére, vagy követik az ő gondolatait, nem tudom. Bocsánat, hogy ilyen szélsőségesen fogalmazok, de, de nem tudom. Teljesen mindegy, hogy, hogy fogalmazom, mert azt fogja mondani, hogy én nem adok egy olyan ember véleményére, akinek nincs... Ja, nekem nincs diplomám, uh, úgyhogy bakker. valószínűleg ne, engem nem, nem fog meghallgatni. Nem. De nem, ez, ez egyébként a legszomorúbb, hogy én nagyon sok emberrel beszélgettem, mert diplomás ember, olyan emberekkel, akiknek több diplomájuk van, uh, én is a diploma határán állok uh, olyan szinten, hogy most adtam be a jelentkezésemet egyetemre, mert most úszta úgy az idő, hogy ezt meg mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy ezt nagyon sok diplomás ismerősöm mondta, hogy attól még, hogy van diplomád, lehetsz egy büdös nagy tuskó. Igen. Én még annyit hozzáfűznek ez az egész tanulmányi mizériához, hogy nem tudhatod az életedben előre, hogy mit akarsz csinálni. Én vagyok már egy munkahelyen 8 éve, megszerettem, nem tudnám degradálni semmivel, és érzem annyira, annyira szeretve ezt a munkát, hogy én is kezdek már tanulmányba folyni ezáltal. Ennek köszönhetően már két plusz végzettséget szereztem is, mert szakmáim meg vannak, úgyhogy... Igen, csak tudod, ez a végtelen nagy exhibicionizmus, és az önimádat az a nihilizmus. Nem, nem azon a, a nemoni Igen, nárcistikus. de nem, nem erre, tehát ezen a csávon látszik, hogy ő szereti magát. És e ő, és ő teljesen teljesen tisztában, és amikor próbálgat ilyen nagyon kétbites üzeneteket mondjuk a nőknek a pozíciójára, a nőknek a helyzetében, mert igen biztos, hogy tehát hogy, hogy valami pozitívat is elmondjak róla. Nem tisztem egyébként, de hogy kétbites üzenetek, ez egyébként nem baj, mert nagyon sok kétbites ember követi, tehát hogy és azok egyébként lehet, hogy kapnak valami fél pozitív üzenetet. Annyira annyi Annyira intelligens, hogy a kontentjeiben, már amiket én láttam, és nem akarom teljes mértékben lehúzni, mert tényleg le a kalappal, amiket elért, de amiket átad, ezeket a néha pozitív gondolatokat, néhány pozitív gondolatot, mert tényleg nem néztem meg az összes videóját, meg várom azokat, hogy valakik ráncsafoljanak, uh -huh. hogy pontosan ez a két bites dolog között tudja, hogy melyik a részre hajlóbb, és arra kezd el ő is hajolni, és akkor azt kezdi el propagálni. Ilyen ugye a, a női nemnek az el nem nyomása. De, de, azért <coughs> ne essünk át a ló túloldalára, mert ha elviszed a barátnődet zsíros kenyerezni, az a lány akkor is szeretni fog basszus, Igen. hogyha zsíros veszel neki, vagy, vagy ne, nem, nem, rossz értékrendszert állított föl szerintem a saját életében én inkább beszonom. Én mérhetetlenül szomorúnak boldogtalannak látom, ő a pénzben megtalálta a boldogságot. Figyelj, a, egy, egy, egy párkapcsolatban, és most már, most már elmondhatom, hogy hogy mi, 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 számomra mi, de tényleg csak számomból, tehát az, hogy nekem mi az élmény, az, hogyha közös programokat tölthetek a párommal. És ezt ki lehet találni úgy, hogy nem a full elmaterializálódás irányába megyünk, mert elmegyünk geoládázni, és a közös élmények baromira jó dolgok, de, de nem tehát hogy nem, ha, én, ha én jövő héten nem viszem el a tökönt ugye melyik fancy étteremben, nem fog ott hagyni engem, és nekem nem kell kevesebbnek érezni magam emiatt, hogy én nem engedhetem meg mondjuk hóvégén, hogy elvigyem egy olyan helyre, ahol a kettőnkre a menü mondjuk 200 ezer forint. Igen? Most a Dávid gondolataival fogok élni, tudod mert geoládozni vissza a párodat? Mert egy, mert egy csóró szar vagy. Így van. Na menjünk tovább. De, de ez egyébként még, még egy fél gondolatot hozzáteszek, és itt most nem a saját gazdagságomra akarok, vagy a saját anyagi részemre akarok reflektálni. Én nagyon sok olyan pénzes és tehetős embert ismerek, aki mondjuk olyan közegben nőtt fel, hogy stratégiai jól bánik a pénzzel, és pontosan tisztában van vele, hogy uh, mondjuk az, hogy a felesleges költekezésre nem ad, mert hogy pontosan jól tudja, hogy 12 ezer forintból, és nagyon finoman, és nagyon jól meg tudja kajáltatni a párját, akkor mi a faszért megy el? Uh, és ezek csak teljesen tiszta, személyes preferenciák, mert mindenkinek mindenki arra költél a pénzét, amit szeretne, csak az a gond, hogy, hogy, hogy uh, míg ez az ember Mondjuk otthon van és, és, és azt mondja, hogy hát jó, hát ha ilyen fasságokra költöd el te dolgod, addig a másik oldalra meg azt kapom, este tízkor a pofám vagy. Miért vagy, gyökér! Ez az ő életfelfogása, és ez az, amin nem fog tudni már nem. senki változtatni. Nem. Neki többet fog érni, elvinni egy lányt a, egy ötcsillagos étterembe, vagy egy Michelin csillagosba, nem tudom, hogy vannak ezek, mert annyira annyira csóró vagyok, hogy én nem, nem vágom ezeket. Hmm. Nekem többet jelent az, hogy leülünk a családdal, és oda beviszem a párom. Jó, de ez a, ez a te saját preferenciád. de az meg az övé. El kell fogadni. de engem hogy nem zavar, ilyen. hogy, tehát, hogy, hogy engem, engem, nem zavar, hogy ő a magánéletébe így. Engem az zavar, hogy, hogy ezt, így, ezt, publikálja. Igen, igen. Tehát, ne, hogy nem, az, nem, 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 nem is, nem is az az az, publikálja. Ahogy publikálja. Terjeszteni akarja, hogy szerinte ez a norma? A létminimum. Hát, ja. jó, csak ez ez, 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 én egy dolgot tudnék így az ő záró akordjára a részemről mondani, hogy ha ez egy tudatos felépített, már pedig nem tűnik azért annyira uh, életképtelnek a csávó, tehát hogy szerintem ez egy abszolút tudatos karakter és abszolút tudatos uh, média bombázási per, uh -huh. média hack folyamat, hogy ő így törjön be. Én azt gondolom, oh. hogy <laughs> én azt gondolom, hogy a, a morális értékeknek többnek kéne, tehát többet kéne jelenteni az, hogy értem, értem a karaktert, felfogtam, hogy mit szeretne, csak kurvára nem tartom jónak. Én egy kérésem lenne hozzá, hogy vállalj már végleg felelősséget, és gondold már végig azt, amit átadsz. Mert az nem egészséges, nem természetes, nem, amit átadsz. Nem, abszolút és, nem. És mondom, tehát rengeteg embert, ki tudja, hogy nem ez a csávónak a létminimum Átadása fog belelökni valakit egy olyan depresszióba, hogy semmit nem értem el az életemben, mert ez a lét minimum és én ezt nem tudom megtenni. És nem hát, tudom megtenni. És hát meg csak további viszem a kérdést. Meg félek belemenni ebbe a gondolatmenetbe, Ugye? mert mert, 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 igen, mert mi be, belegondolunk, de hát mi csoró szarok vagyunk igen, hozzá képest. Mi, mi am, kis Amúgy, amúgy sem ér semmit a véleményünk el. Nem, mert, hát, mert... Egyébként, egyébként most én le... tényleg meghívnék egy ilyen embert vitázni. És nem azért, nem azért, hogy, hanem hogy tényleg szeretném hallani, hogy ő komolyan így gondolja El se jön. El se jön. De most lehet, hogy ezzel a kijelentésünkkel betriggereltük annyira, hogy beüljön ide közénk. Te leül... ha, ha bejön. Én, ha be, én külön simán, külön. De simán. simán. De tényleg me, te csak megkérdezem, hogy én, a én mi innám értjék? a szóit. Én azt De figy és figyeld meg, mert egyébként tud normálisan is beszélni, tehát mondom Aha, ez aludta, a miért, ez egy ka felvett karakter, és, és engem érdekelne, mert lehet, hogy a egyébként leülne, konta úgy és, és egy olyan üzleti tervet leadna, hogy neki ez volt, tehát hogy mondjuk lehet, hogy részt vett egy olyan coachon, egy olyan felkészítésen, hogy írd le a te jövőbeni média szereplésedet, és hogy ez mondjuk az első három lépés, és majd az öt-hatban ezt fogja csinálni. De akkor megint előjön az a szokásos téma, amit mindig előhúzunk a, abból a bizonyos nagy kalapból, hogy akkor, ha ezt megcsinálta, ezt le a kalappal, minden tiszteletem az övé, de akkor most ő önazonos, vagy nem? Létezik ez, az ez a mert karakter? Ez az, mert őt nem ismerjük magát a személyét. Igen, mögötte nem ismerjük, csak próbál egy olyan világot, ami vagy igaz, vagy nem, vagy félig igaz, mert ki tudja, hogy a színfalak mögött a nap 20, 24... Tehát lehet, hogy egy tök korrekt, normális ember, akinek ez a, az üzleti stratégia, csak egy picit betegnek tartom. Tehát ezt az üzleti stratégiát, hogy ez, ez már az a toxikus, ez már az a, a káros, amire azt gondolom, hogy. Na, ezt nem. Tehát, hogy javít, le, ha tudna rajta javítani, kicsit jobban meg. Megfog... Én, engem nem, tehát nem érdekel, nem zavar, csak az a, a, az a negatív hatása zavar, amit a, a társadalomra egy, egy, egy ilyen karakter tud adni. Tehát nem, nem, nem az ember, most az embert jelölöm ki, hanem a karakter, amit felvett. Hát igen, használhatná hasznosabban. Na de! Na de! Na de! Történt megint valami a YouTube-on A TikTokon. A TikTokon is, ne. a YouTube-on ja, is, most, mindenhol. Hát igen, de a YouTube-on kezdődött. zúg már egy hete. Miről egy van szó? Hát miről van szó? Két, hát ma azt, azt egyébként elmondhatjuk, hogy Magyarország két leghíresebb YouTube csatorna, két egyik legkéresebb YouTube csatornájáról igen, ez, ez ne, nem, nem fosztható meg tőlük. Igen. Mert hogy történt az, hogy a Dancsó Péter, akinek eléggé nagy... Uh, hát aki először YouTube, érte el Magyarországon az egy az egy milliót. milliót. És azt hiszem utánuk, ha a magyar-magyart nézzük, ugye a pamkutyáik voltak a más. Nekik meg van az egy millió? Pont ők vannak a másik az oldalon? Ne, nem biztos, nem szeretnék. De igen. A, de igen. Én, én, is úgy tudom, hogy Live-ban közvetítették, azt tudom. Akkor, meg, meg, akkor még a régi ízű stílusban Hát valami rémlik, valami dereng, de valami. de az a lényeg, hogy hogy Dancsó Péter filmkritikus, én még mindig ezt a szót használom rá, mert ő annó kiépített egy kultuszt. De neki ez a végzettség? Neki... nem? Az, ami Andina. Igen? Hát ő tudtam, mert ő, ő is ezt tétta. De ne javítsatok ki. Javítsuk de Mindegy, ja, mindegy de... filmkritikusként kezdtem. Bocsánat, kezdtem. Ö, befutott egy valamilyen karriert, arról majd beszélünk egy kicsit. És az a lényeg, hogy egy héttel ezelőtt felrakott egy videót, mostanában héttel. egyébként. Héttel? Bár no, most mert most is volt a héten. Hát, de mire kimegy az adás? Ja. Mire kimegy az adás? Ezt mondhat, annyira hogy imádom, hogy... hogy te mindig titkolni akarod. <suk> hogy mikor, mikor rögzítünk. Péntek van. Péntek van, este kilenc. Vár a zsíros kenyér minket a <suk> <suk> szomszédban. De várjál, megnézem a videót. Nézzük meg, hogy mikor rakta ki. Ba, 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 ba. Négy napja. Na, négy napja raktak ki, úgyhogy effektív gyors egység vagyunk. Végre! <laughs> Végre kaptuk valamit! Szóval, de a mosás nem engedett el ide. <laughs> a, mos... a, mosás nem engedett el idáig. Szóval, Péterünk felrakott egy vélemény videót profiljához hívem. Tehát, mert ugye vélemény videókat készít, készített, de egyébként más videókat is készített, amik egyébként zömét már nem, érhet, nem érhető, el a csatornáján. Tényleg? Le van egy csomó törölve, ami a régi kontentjéből nekem volt. De mellette szólva, én egyébként nagyon sokáig szerettem Dancsó Pétert, és még abban az érában, amikor még mém volt az, hogy Credence, Dancsó Péter megengedte. Tehát ez még az az Én a kanapés, volt. kanapés, korszakára emlékszem. Amikor ott volt felragasztam mögé ah, egy ah. csomó, igen, 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 de az a korszak, és volt egy, volt egy ilyen, azt hiszem, három részből álló kis videós, pro, videója, hogy a, azok a, azok a 90-es évek. És akkor volt kettő játéktípusú, meg tévéműsor, és az egy baromira nosztalgikus hangulatú kis jó videó lett, de mindegy, ezek se találhatóak meg már a csatornáján. Kérem vissza ezeket a videókat, Peti. Üm, és üm, ez, a Péter, meg, ez a Dancsó Péter, nem tudok Nem tudsz hinni. Ez a Dancsó Péter, nem ez az tehát személy, üm, feltöltött ugye a napokban egy olyan videót, ahol hát Belekötött. Nem, tényleg nem lehet jobb szót mondani rá, felesleges. Én azt érzem, hogy fe, nem feltétlen feleslegesen, mert felírtam valamit magamnak, de feleslegesen belekötött pamkutyáikba, akik kicsodák, de ezt, ezt nem is kell magyarázni, hogy a Magyarországon vagyunk, de nagyon zanzásítva egy testvérpáros, akik annó a dal per zene paródiánk miatt kezdték el a a kontent gyártást és mára együtt. Nem, nem az miatt, hanem azzal. Kezdték. Nem, nem, nem bocsánat, visszamegyek mert hogy eredetileg ugye a pam, pama a kutyusokra, a kutyusokról kutyusokról igen. Kezdtek el videó gyártani ugye a fiatalabbik a az eredeti nevük nem nem a Béla volt a na most már ez ez és tudja Béla meg a Pista volt az eredeti felállás, ugye az álnevük. Mm. Pista volt a fiatalabb tesó, a Béla az idősebb, tehát a ha felsőhöz akkor Pista volt a szürke. Lényegtelen. Igen, és ugye Pista elkezdte uh, gyártani a, a Márk, elkezdte gyártani a pamás tartalmakat, és becsatlakozott hozzá a, a tesója, mert meglátta ebbe a potenciát, és tök jól elszórakoztak, és ez mára egyébként én azt vallom, hogy a teljes értékű videóik, nekem is vannak olyan videóik, amik nem tetszenek, de a teljes értékű videóik az egyik legszerethetőbb és legcsaládiasabb csatornává nőtte ki magát, és az egyik legnépszerűbb csatornává nőtte ki magát a, a YouTube-on, mint platformom, illetve hát a magyar közösségi média életében. Én, 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 én őszinte leszek, én nem nagyon, nagyon-nagyon hosszú ideje már nem nem fogyasztok tartalmat az interneten, mm -hmm. mindig egy-egy, amikor felkapódik, akkor az az elém jön, megnézem. Hallottam, hogy jó, megint csak megnézem. Ö, és így egy-két egy videót láttam csak ugye a pamkutyáéktól is. Uh -huh. Én a Pétert azt nagyon-nagyon sokáig követtem is, még ugye az első érájában. Akkor én is fel voltam a iratkozva. Én, én, én konkrétan szerettem a, azokat én a nagyon videókat, szerettem. vártam is. Ezt azonban nem tudnám elmondani már pamkutyáikról, Már addigra már kinőttem a YouTube-ból, ha yeah. így lehet fogalmazni. Már bocsánat, hogy így Aha. fogalmazok. Viszonylag hamar nem kezdtem el már YouTube tartalmakat fogyasztani. Én követtem őket viszonylag, hát nem, én nem sokáig, tehát feliratkozva rájuk egyébként sose voltam. Akkor, amikor belenéztem az egyik ilyen elutazós videójukban, nem is tudom, szerintem Szerbiába vagy valahova elmentek valami hóembert építeni, és akkor így láttam egy ilyen nagyon, az olyan nagyon családos és nagyon hangulatos volt, és akkor kezdtem el nézni a, a videójukat. Feliratkozom, most se vagyok, de időközönként időszakosan uh, újra nézem rengeteg utazós videójukat, mert, mert olyan flót tudnak átadni, ami egy kicsit így megdobogtatja az ember szívét. És nincs, nincs, nincs ezen mit szépíten és nem is kell. Én volt olyan videójuk, hogy videó közben elpittyeredtem, mert elér, és, és most nem, nem párhuzamot szeretnék vonni, hogy tehát nem úgy akarok becsatlakozni a videó, vagy ebbe az egészbe, hogy mert, mert a pamkutyáik jobbak, mert a dancsajok teljesen más kaliberű tartalmat gyártanak. Tehát abszolub, nem, is kell, nem is kell, nem, is kell, azt mondani, hogy jó vagy rossz, hanem magáról a gesztusról, mert hogy ugye végignéztük otthon is, és végignéztük itt újra dancsónak a videóját, ahol, ahol leforgatott egy pár perces beleállós per kritikás per dráma alertes videót, ami egyébként a komment szekciót nézve is elég megosztott lett, tehát hogy a, a vélemény... Viszont az a nagyon meglepődtem. Hogy? Hogy mennyire hm. megosztottak az emberek. És akkor olvastam, jól egyébként. olvastam ott is kom a kommenteket, meg ugye a TikTokon is olvastam kommenteket. De azért, ha, nagyon, jó, nagyon azért, azért jó, hogy megosztott, mert akkor megkérdőjelezhető a téma, és lehet róla beszélgetni. Hm. Ha mindenki azt mondaná, hogy hülye vagy, és ez, ez nem igaz, amit állítasz, akkor, akkor te se... Te, te, te se annyira jogos alapon kérdőjelezhetnéd meg ezt az egészet. Ellenben, ha mindenki azt mondaná, hogy igaz vagy, akkor szintén ez igaz. Viszont amikor fele-fele ilyet látsz, vagy, vagy, vagy nagyon közel van az arány, hogy mondjuk 40-50 vagy 50-40, mindkét oldalon, akkor le tudsz ülni, és meg tudod kérdőjelezni, hogy akkor uh -huh, uh -huh, sorakoztassuk uh -huh. fel a két oldalt. Na de, kicsit menjünk tovább, mert ugye nagyjából elmondtad, hogy miről van szó a videóban, azt azért kihagytad, hogy megemlítette ugye Kedves barátunkat, Vispertont, meg uh, kedves barátunkat. rendszeresen megemlítés mi Igen, ők valahogy ezért visszatérő vendégek lehetnének <laughs> már a csatornáján. Na de most, ugye elkészült ez a videó? Nem, nem, azt, azt bocsánat, csak hogy pontosítsunk, azt nem nem mondtuk, hogy mi történt a videóban. belejük be, állt, nehezményezte a tartalmaztatási ja, formájukat, amatőrnek nevezte mi? őket, le, olyan amatőrnek, akik 50 év múlva is így fognak majd tartalmat gyártani ilyen szinten, ilyen, ilyen hozzáállással, ilyen kvalitással. Hát meg történt olyan degradáció, hogy NPC-nek nevezünk. NPC, NPC őket, azért, ami, ami őket. azért elég erős már szerintem ezen a szinten. É, abszolút nem, nem, nem gondolom. Ezt, ezt az NPC-t én is nagyon erősnek érzem. illetve még mit sorolt fel benne, tehát hogy aztán elkezdte egy politikai irányba elvinni, hogy a sekta, a szekta szó az megint egy, ami úgy elhangzott, hogy egy átmentek egy ilyen szektá szek szektásba. Egy ilyen szekt Igen, szektás mert irányban. van egy ilyen beállítottság a magyar Youtube-on ezt észrevettem, hogy ugye most van egy jelenség, ugye, David Pressmannak hívják, ő a magyarországi, magyarországi amerikai nagykövet, és akkor ő hív meg influencereket. Nem jártam utána, annyira nem érdekel, hogy ez miért van. És. Elkezdődött egy egyfajta magyarázkodás, de erre akartam kitérni, mm. hogy, hogy akkor most már nagyjából tovább léphetünk. Abszolút. Elmondtad, hogy miről van szó a videóban. A pamkutyás srácok reagáltak a videóra TikTokon. TikTok Ott volt egy megszólalásod még, még, a, még a videó elkezdése előtt, forgatás előtt. Szerinted jó ötlete az, hogy reagálsz egy videóra. Azért történt elméletileg kettő, azt még hozzá kell tenni, mivel Márk készített egyet, Igen. de azt elméletileg egy kis időre ugye letiltotta a TikTok, majd most visszakerül csak uh, ugye érzékeny tartalomra. És is. ezért Norbi is csinált, és akkor most kettő reakció videó van, de kezeljük őket egynek, hogy, hogy szerinted ennek van létjogosultsága, kell-e ilyen ilyenkor, jól csinálták-e, ha jól csinálták. Kezeljük, kezeljük most Péternek a videóját Béziknek és egy, okay. egy sima alapvéleménynek. Okay. Um, nézd, a, ha egy névtelen kommentelő ír akár hasonló kvalitásút, elolvasni érdemes videót csinálni nem biztos, hogy érdemes róla. Viszont amikor valaki viszonylag nagy követőtáborral és névvel áll beléd, akkor lehet, hogy ez az a at this point fel kell venni a kesztyűt. Uh -huh. tehát, tehát ezt nem hagyhatom szó nélkül. Én uh, szeretek szó nélkül hagyni, tehát az én életfelfogásom szerint uh, ezt a Band of Brothers című filmben volt, hogy a, volt egy századosa, vagy egy, vagy egy ezredes, akiről azt terjengett, hogy lelőtte egy csomó német tisztet a második világháború ártatlan, akik hadifoglyok voltak, úgyhogy előtte cigivel kínálták meg őket, és ez ilyen köznépi plegyka lett róla. Spearsnek hívták egyébként ezt a századost a Band of Brothers-ben, vagy ezredest, és őt megkérdezte egyszer egy másik, hogy nem zavar, hogy így plegykálnak. Figyelj! ha visszamennénk pár száz évet az időbe, akkor Tacitus, vagy nem is Tacitus, valami teljesen mindegy valami római centúriót megemlített, hogy ott állna két másik centúri, és azt beszélnék, hogy ő a legnagyobb rohadék, és ő nem reagál rá. Miért nem reagál rá? Teljesen mindegy, hogy mit gondolnak addig, amíg azt hiszik, hogy te vagy a legnagyobb rohadék. Teljesen mindegy. Na, addig nem reflektál, minek reflektáljak rá, amíg, amíg ez lesz a plegyka. Uh, valami kontextus szerűen volt ez, én most ezt nem tehát hogy nem, nem tudom nem tudom százszerződőkig visszaadni, lehet, hogy akkor több értelme lenne, uh, de én úgy vagyok vele, hogy vannak olyan helyzetek, amire nem kell reagálni, vagy ha reagálsz, akkor ne úgy tedd most nem akarom, tehát nem egy percig se az a, a, az én alapelvem most, hogy én bárkibe is belálljak Norbi, Norbi vagy Márktól annyit nehezményeztem, hogy ez a, ezt én gyűlölöm ezt a fel, nem akartam erről videót csinálni akkor, Igen, ne, az, akkor ne csinálj. Az tehát, a hogy, nem ez nem, a felkonfliktus nem Nem, nem, nem. Tehát, tehát az történt valami teljesen meg. egyértelmű, történt valami, belétek szálltak, vagy beli, beleállt valaki az arcodba. E, ez nagyon sokáig lehetne boncolgatni, mert hogy ha egy szórakozó helyen valaki elkezdi szidalmazni az édesanyádat, elkezdesz mérlegelni, beleálljak? Felvegyem a kesztyűt? Hát akkor a kurva anyádat. Hát de ez az, tehát hogy, 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 hogy el kell dönteni, hogy felveszem a kesztyűt, beleállok, és én azt gondolom, hogy ha engem annyira zavar a másiknak az állítása, és ő megsért engem tartalomgyártói mi voltamban, megsért engem a közönsége előtt, megsért engem a, a publikum előtt, lehetne még a szinonimákat találni, akkor igenis, ha én azt érzem, hogy belém köptek lovagi kötelességem, mm -hmm hogy akkor azt a kesztyűt felvesszük, és akkor a lehető legjobb tudásom szerint reagálok, reflektálok rá, és felveszem a kesztyűt, azt már Ez rá, akkor szóval. nagyjából egy véleményem vagyunk, mert, mert mi történt? Adott egy sértődött ember, Igen? aki készített egy videót, igen, nem is biztos, hogy sértődött, mert ha ez a véleménye... Hát, ne, legyen akkor ez az én véleményem, mert mm, nekem a jó. videójából ez jött át, hogy ő teljesen meg van sértődve erre az egész dologra, meg nem tudom, hogy itt lehet a -e féltékenység, nem tudom, ennyire nem akarok belemenni. Én sértődöttséget, ilyen gyerekdet, hisztit éreztem az egész alatt, amit viszont már a pamkutyás rácok videójában nem. nem. Sok aspektusában az az az... viszont belementek olyan magyarázkodásba, ami valóban nem feltétlenül szükséges... De igazából szerintem ez, ez az a, a, a stáp, ahol meg kell állni, hogy ezután már ne legyen tovább. Igen, Hogyha most erről e csinál még egy videót, Péter, azután én már nem reagálnék. Az már túl az, lenne. Azt az, az, az úgy hagynám. De az az igazság, hogy egy olyan mocskos világban élünk a tartalomgyártói szempontból, hogy az a gond, hogy nekem olyanok is megfordultak a fejembe, hogy álló volt már mind a kettőnek a nézőtábora. Há, igen, erre én is. És, gondolom. És, és akkor mögötte kitalálunk egy drámát, találjunk ki egy. Igen, ma most volt egy tök jó... És akkor kicsit a... átmennek, át, át mert ezt a Dopman, a rep háború megvan a 4 4, 4 Na, no, az egy annó egy eléggé kultikus darab. Azt a Dopman, nem szeretem a Dopman karakterét, ott viszont a Dopman mondott egy nagyon jóta, a Mr. Maj Majkáról baszt, mondta. Maj Ja tényleg, Majkára, igazad van. Mert hogy amíg amíg, mit tudom én, az én alapnevemet ismerik. Igen, Jabbán. ismerjük a doncsolatot. És addig, amíg engem addig Nem. is az én videómat nézi, ja, és ja, nekem ja. termeli át, a pénzt. Át fog jönni az én videómra, és az És ha már ezer ember, ezer ember ott marad, vagy, vagy akkor az nekem más Ebben teljes van. mértékben igaza van, meg ugye azért most történt pont egy ilyen ugye a Foxos kacoknál. Nem, azért még mondjuk ki, hogy az szerintem azért az egy média hack volt. Na de... Várj, még, még, egy annyit, hogy azért remélem tisztában vagyunk azzal, hogy a YouTube partner azzal, hogy te megnézed bármelyik videóját, pénzt termelsz neki a hirdetések miatt. Ha YouTube Premium-mal nézed, akkor is. És na, de várj, mondom, hogy... na de várjál, mert a pamkutyások viszont TikTokon reagáltak. Nem T is plusz videó nem van, is... úgyhogy ez, ez, most akkor most hitelét veszti azzal, amit mondunk? Mert ők akkor TikTokra kezdtek el most nézettséget gyártani, és most kimondottan csak Péternek van YouTube-on videója. Az a fő gond, hogy tényleg eljutottunk arra a szintre, hogy ilyeneket gondolok egy dráma mögé. Amúgy meg ilyen. Hogy, hogy, már nem bírom azt nézni, tehát hogy már nem bírok nem úgy ránézni, hogy már mögöttes háttér szállat keresek, ugyanúgy, ahogy a Mobile Foxnál, ugyanúgy, ahogy a Kétokosnál, a Balázs Kixnél, hogy látom, hogy, hogy arra megy ki, hogy, és ugyanúgy mind a kettő, pedig, pedig azt gondolom, hogy egyiknek, tehát Riasztunk? Mi nem, ők. Jó, okés. Uh, Tehát hogy azt lemélem. látom. <gül> <gül> vagy azt látom, hogy, hogy, hogy uh, kimaxolták már, amit itthon el lehet érni. Uh -huh. Ennél, ennél uh -huh. már több, ennél magasabb szintre nem lehet érni. És ugye, ez ugyanúgy, mint ahogy a tartalomgyártásnál, az alpáriságnál, ugye most nagyon divatos ez az MC-isti, vagy MC-isti a, a, a TikTok tresébe belemenve, ugye mindig van egy trash, ugye pár évvel ezelőtt a Varga-érén volt nagy, ö, ilyen test. Tehát minden évnek megvan a saját hülyéje, aki mindig jön egy nagyobb fassággal, és minden, minden évben van valaki, aki a saját tartalmával megpróbál még pár bört lehúzni. Ö, teljesen jogtalan kritika, vagy, vagy nagyon sok mindenben jogtalan kritika érte azt gondolom a pamkutyásrácokat, mert a, én, én a védelmükbe, az ő védelmükbe, ö, aztán, aztán Dancsót is védem egy picit hogy az ő védelmükbe ki kell emelnem, hogy az ő tartalmukban mindig is azt fogott meg, hogy ez a két srác alázattal állt hozzá. A srácnak hívom őket egy-két évvel idősebbek nálam. Ez a két srác alázattal is, ők nagyon sok tartalmukban elmondták, srácok. én is srácok, nagyon sok tartalmukban elmondták, hogy srácok, pontosan jól tudjuk, hogy nem vagyunk profi színészek. Pontosan jól tudjuk, hogy nem vagyunk profi filmesek. És mégis nagyon eszméletlen igényes amatőr munkákat láthattunk tőlük, és mint színészi játékban, mind szinkronban, mind hangban, mint. Lehet látni egy fejlődés sorozatot, hogy ezek a srácok mennyi, és tudod, hogy mi. Nekem a pamkutya az a magyar népmeséből a két szegény gyerek, aki elindul valamiből, amiről azt hiszi, hogy már akkor robban, de még félnek fiatalok, félnek attól, hogy hogy hat rájuk a, a nép, a Pontosan. név áruhába bújnak. Pontosan. És amikor látják, hogy kb. kialakult egy egészséges követőtábor, és, és inkább az embert is megismerhetné már, és váltanék, mert az ember időszakosan változik, változik a felfogásokat. Nagyon sokan látjuk a dancsó videóknál, nagyon sokan látjuk a, a, a pamkutyás videóknál, hogy a régi jó, az ember változik, erről majd beszéljünk, mert hogy valamit elkezdtél. Ö, nem, nem nem tudom, már itt akarnék egy kicsit párhuzamot vonni Pamkutyáik és ugye dancsó Péter között, hogy kvázi egy alomból jöttek. Értem ez alatt az, hogy Péteren is lehetett látni azt a kezdeti stádiumot, uh -huh. amikor elkezdte, még annyira nem volt kiforva az a gondolat, ami ami a a jelenlegi karrierjének a közép irájában nagyon-nagyon-nagyon tökéletesre kiforrott, aztán ez már az a későbbiekben majd majd, ha kitérünk rá, kitérünk, ami szerintem károsodott, de, de lehetett látni az ő jellemének a fejlődését is. Tökéletesen Abszolút. fölvett ő is egy olyan egyenruhát, egy állruhát, hogy mindig ugyanúgy nézett ki, Ugyanaz volt a közeg, és kvázi egy azt brandet, érezted, egy igen, képet. Igen, azt érezted, hogy hogy az a kezdeti lépés, az, az folyamatosan így, így így egyre egyre jobban kiszélesedett, egyre több mindent próbált ki ő is. Mint ahogy a Star Wars bármelyik szériájában megkapjuk a bekúszó Star Wars feliratot, mm. és érezzük, hogy itt valami olyasmi fog majd történni, ami egyszer nagyon jó volt, és közben érezzük, hogy ezt most nem feltétlen dancsóra, a Star Wars értem. de igen. Na, na, na! De igen, tehát, hogy Tagad, tagadhatatlan az, azok a tények, amiket elértek a srácok, most jön egy kis statisztika time. A... Neked ez a mániád, a statisztika time. A de addig a sta és figyelek. StarNetwork.hu-ról lehetett leszedni egy top százas listát, ugye magyarországi viszontagságok között. Az első helyezett amúgy egy ilyen denszer Csatorna, azzal most nem is foglalkozunk. Pamkutya jelenleg a negyedik, Videománia Dancsó Péter a hatodik. A pamkutyáéknak van összesen 231 videójuk, Videomániának 839. Ez már feltételezi azt, hogy azért PETI sokkal korábban elkezdte, azért egy eléggé fiatalérába kezdte. Nem az lehet azért, azért összevetni nem. a tartalomgyártást. Nem, 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 magát a tartalomgyártást nem lehet összevetni, mert nem ugyanaz gyártják, de a fogyasztást azt meg lehet tekinteni? Abszolút. És akkor itt lehet megnézni, hogy azért a, a, a követési bázis az viszonylag hasonló, mert most ugye a pampkutya statisztikájában van egy 1.198.000-es feliratkozás, míg a Videomániában van egy 1.260.000 feliratkozóban többek. Ez egy városnyi. De avg tekintetük, az horribilis a különbség. Az AVG megtekintése a pampkutyának az 2474000 ezer. Míg, míg a Péternek csak 754 ezer. És itt, azért itt, itt nem tekinthetünk úgy a statisztikákra, nem boncolgathatjuk azért olyan mélységig, hogy jó, de Péter csak véleményvideókat csinál. Igen, de azt is látni kell, hogy a pamkutyáék tényleg összeszedett, jól komponált, láthatólag skriptelt per utólag skriptelt per előre skriptelt videókat raknak össze ugye azért azt sem lehet mondani hogy péter se késő az hát szerintem szerintem azért is előre megírja azt, hogy mit fog mondani és utána utána adja elő magát szóval a felkészülés az majdnem nál, hogy a punk azt megtasztagadhatott azt mondom nekem a punk egy kicsit olyanok voltak Tényleg, mint a népmeséből, elindulunk, világot látunk, és ezt a világérzést, hogy mi hogy érezzük magunkat, megosztjuk ezt a journey-t, ezt megosztjuk veletek, úgy, hogy ez minél hangulatosabb és hmm. vájbosabb legyen. Tehát én mindig ezt éreztem célnak, és mondom, ki kell emel... tényleg az ő érdekükbe ki kell emelnem, hogy hogy az egyiptomi túrájuk, az ukrajnai túrájuk, az összes, az összes túrájuknál mindig átadtak valami olyasmit, hogy srácok, mozduljatok ki otthonról, lássatok világot, vagy, is, vagy ha nem tudjátok is. megtenni, akkor nézzétek meg ezt, kedvet kaptok, és nem csak az utazáshoz kaptatok, kaptam kedvet, hanem az hogy, az, hogy azt éreztem, a New Yorkosnál elsírtam magam a végén, amikor mondták, hogy ugye az apukájuknak az álmát teljesítették, a Mikulásosnál, amikor már nyilatkozik arról, hogy milyen volt Mikulással találkozni, elsírtam magam, mert annyira meghatóan nyilatkozott, és tényleg azt, ez az, amire azt mondják, tehát ez az, amire én azt mondom, Ugye a krédója ennek az egésznek a lelkiség. Hiába vagyok amatőr, ha a munkám, a produktumomban van lélek. Hát igen, és akkor itt lehet talán azt mondani, kicsit még visszakanyarodva, igen? de teljes mérték ide fogok kiukadni, amit most mondtál, picit megelőztél, hogy mind a, mind a két csatornának, ne maradjunk csatornánál, mert Aha. ugye pamkutyáik többen vannak, mind a kettő csatornán volt egy jellemfejlődés. Igen. Ahol, ahol, Péter esetében a jellemfejlődés pamkutyáékhoz képest nagyon hamar megállt. Mert Péter is próbálkozott nagyon sokféle tartalommal a, a közössége Szívtaga felé. A mainstream. Aztán, aztán megállt igen ezen a mainstreamem, de ott, vannak, ott, van mellette párhuzamosan ugye pamkutyáik, akik folyamatosan bővítették igen. azt a, azt a tartalmi kört, amit gyártanak. Mára már ugye ismeretterjesztőek, meg a tart, az utazásos tartalmak igen, vannak meg. Igen. Hát én is emlékszem a Csernobilos videójukra, emlékszem a, emlékszem a Totemes videójukra, alig várom már, hogy megvágódjanak a, a Norbinak Nor a, a világutazósa. Hát igen. Én ledöbbentem, De hogy így a semmiből jön, e, jön egy videó, és akkor bemondja, hogy vette egy jeepet, és a barátaival az álmát fogja megvalósítani. És mennyivel oh, pozitívabb... A... Wow. Most is kiráz a hideg, mennyivel pozitívabb igen. az a vibe, hogy, hogy éld meg az álmaidat. Igen. 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 És, és akkor itt át lehetne kötni egyébként, ha nem akarunk. Még Dancsorról annyit... még. Ha ja, nem akarunk részrehajlók lenni. Ne, bocsánat. Nem akarunk részrehajlók lenni. Tehát az igazság fényében el kell mondanom, hogy ha Dancsónak ez a véleménye, és mivel vélemény kifejtő videós, és ezt ő így látja és ezt ő így érzi, töltse fel ez az ő véleménye, ami a komment szekció alapján azt gondolom megkérdőjelezhető. Mm. Tehát, hogy hogy e, e, valamilyen szinten elérhette azt a célját, amit egy jó vélemény kifejtő videósnak meg kell tennie, hogy, hogy, hogy a, azt a vibe hogy ez a helyzet megkérdőjelezhető, mert igen, érte az a vád, hogy csak akkor forgatnak, ha, ha van mögötte szponzor. És akkor itt átléphetünk arra, amit felírtál. Igen, ezt akartam, pont rá akarok térni, csak kicsit más, hogy ugye megosztott igen. volt a komment szekció is, ahol elég sokan pamkutyáik mellett álltak, de volt majdnem mindegyiknél egy de. De az nem vithatható el Péter véleményéből, hogy már csak szinte reklámvideókat csinálnak. Nem tudom, hogy erre akartál-e igen, áttérni. Igen, erre. Hogy ez valójában igaz-e, hogy pamkutyáik valóban csak reklámokat gyártanak már csak? Nem csak reklámokat, tehát ezt az úgy is kell érteni, hogy szerintem a pamkutyáik nem gyártanak már tartalmat úgy, hogy ne lenne mögötte valamilyen szponzor. Uh -huh. De ez most az én személyes véleményem és akkor itt át, át is lehet kötni, igen, hogy az nem feltétlen gond, hogyha egy nagyobb, tehát ők nagyobb kaliberű dolgokba vágnak bele, utazás, zsípvásárlás, ehhez olyan készülékek kellenek, amihez igenis... Saját beruházás is azért az bőven van benne. Tehát Saját beruházás is van bőven, és ö, én nem gondolom problémának az, hogy, hogy a, annak az érdekép, tehát hogy lebutítjuk nagyon az egészet. Ha nekem van egy stúdium, ahol podcastet gyártok. És én szeretném, hogy ez a krumpli, hogy ez a, ez, a, ez a podcast ne egy krumpli mikrofonban zajlódjon, hanem egy 60 ezres jólműséggel, és tudjak, tudjak egy jó képet adni erről, és azt mondja nekem uh, Joli néni, az á, a szomszéd ABC-s, hogy srácok, látom bennetek a potenciát, <laughs> ide rakjátok ja, ki, hogy Jolinéni ABC-je, és én megadom nektek a mm. mikrofont, mm. megadom nektek a készüléket, tegyétek ezt ki, arról beszéltek, hogy nem, tehát nem kérek semmi termékmegjelenítést, kérek. Pénzt is adok rá, hogy legyertek, utikölcs, minden. Akkor belemész, mert úgy vagy vele, hogyha van egy, tehát ez a szponzorációnak a jó oldala, hogy, hogy tartalomgyártót kap pénzt, vagy valamilyen segítséget, értsd jól, és ebből az ő saját munkásságába fektet bele, és így próbálja a kvalitét emelni, amit a túloldalnak szeretne adni. De ez egy nagyon fontos lényeg, mert most azért a, 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 a YouTube-on lévő tartalomgyártókból általam fogyasztott tartalmúaknak majdnem mondható csatornákat szeretnék kiemelni. Mm -hmm. Három csatornát: Pamkutya, Hollywood Hírügynökség, just With mi a három között a legazonosabb dolog? Az, hogy mind a hármat támogatja a Samsung. Jé, mit ad Isten, hogy igazából egyedül ebből vidmen a kakuktojás, de ott van még három, ugye három emberről beszélünk, most pamkutyáikat osszuk le, ők utaznak. Uh -huh. És adnak nekik egy olyan eszközt, amivel utazás közben eszméletlenül high quality tudnak csinálni, és Igen. igazából egy telefon segítségével, ami meg tudják vágni. Ez most nem emellett akarok állni, de valóban megvan ugye a reklámozásnak és a támogatásnak a megfelelő, megfelelő oldala. Ne csináljunk már úgy, mint ez egy új keleti dolog lenne, amikor annó az Apple megalakult, de már előtte is mi volt. Fel, reklám arc. Felkeresünk uh -huh. erre. Ugye amikor az Apple megalakult, akkor a jól tudom, a Pepsi-nek a reklám arcát kérte fel Steve Jobs, mert akkor az egy nagyon-nagyon nagyot ment sávó volt. És felkérte a Pepsi, hogy álljon bemellé, álljon a márka mögé. És nyilván egy márka képviselet, tehát ha van egy márkám, akkor azt szeretném, hogy jó legyen az ázsiója, jó legyen az, az alapkép róla. Hm? Ezért megkeresek olyan embereket, akik qualityt nyújtanak, és az én általam képviselt infrastruktúrával, vagy bármit, amit biztosítok, még jobban tud gyártani, és azt tudja mutatni, hogy ez az arc jelen esetben a Samsung mögött áll, és, és a Samsung támogatja ezt az irányt. És, 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 és az van, hogy ő csak, ő csak felveszi azt, hogy ezzel a Kamerával csinálta ezt. Akkor, akkor ez a telefonnal. Azt kijelentheted, hogy létezik ezen belül ugye tartalomgyártóknál jó reklám. Ezek jó reklámnak megesülnek. Uh, igen, ez egy nehéz kérdés. Uh, reklám és reklám között is van különbség. Pomkutyáiknak is van olyan reklámok, amik számomra cikik, borzalmasan rosszak. Uh, pont ki. Melyik nem az? mondom ki, hogy melyik az, teljesen mindig nem csinálok reklámot a cégnek ingyen. Csak akkor mondom el, hogyha lesz fizetett szponzor, igen. igen, De nem, tehát hogy, hogy vannak olyan, amik nem tetszenek, de cserébe vannak olyanok, amik valamire tetszenek. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy um, én kiemelem az egyik meg kis videójukat, uh, az például ott volt egy olyan momentum, amit én felcsaptam volna a joke nak de nyilván nem fér bele, lehet, biztos az ő fejükbe is. Végigfutott, amikor a hölgy el elmegy a, a Norbi uh, a leg, legnépszerűbb gyorsértelmi láncolatnak, a, az egyik legnépszerűbb gyorsértelmi láncolatnak a, az egyik itt és ott kajának, és de egyébként már kimondtam önüket, és uh, ott azt mondja, hogy, hogy megeszik a sült bemegy másodszor a piáért, és ott, ott én egy, 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 labdát még megcsaptam volna, hogy hát magyarok vagyunk, azért ne legyünk már rászentek, tehát Mindenki tudja, hogy nem mész oda a második üdítőért. Mindenki tudja, hogy oda mész az italtöltő automatáz, és kitöltöd magadnak ingyen a másodikat. De ez már csak az én uh, poénfaktorom, amiből -be. raktam. Én csak én. Ott a poharat veszed meg. De, na de... Um, um, tagadhatatlan, hogy vannak rossz -re reklámok. Uh, azt, tehát, hogyha azt nézzük alapul, hogy mondjuk ez gyors kajáról beszélünk, ami hízlal, pontosan jól tudja, már mindenki átolzéik, hogy mit tud okozni a junk food. Uh, Amelyre amúgy van dokumentumfilm amely, is, ami bebizonyítja, így, és bele is halt Igen. Uh, évekig, Évekig Mekikaján élt. Igen, Tehát, hogy, de ezt egyébként szerintem már betéve nagyon sokan tudják. De az, hogy az ember hogy táplálkozik, az a saját. Valamilyen szinten a saját helyzet. De Ez is egy nagyon nyitott kérdés, mert azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk valaki havonta egyszer megeszik egy Mekit, vagy kétszer, nem hiszem, hogyha Emellett van egy kvalitétkezési ét, étrendje, amiben van, van zöldség, vannak, vita, vannak vitamin-roszbandús kaják. Teljesen normális, hogy valaki néha megenged magának egy kis junk foodot. A legtöbb ö, ö, dietetikus, ö, a legtöbb, legtöbb szakember, a legtöbb orvos is azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit eszel, ha csak nyilván nincs érzékenységed, stb. Cukor, nem vagy cukros valami, csak változatosan kajáj. Ne minden nap ugyanazt tedd. Ne folyamatosan, ne, ne, ne két csokit tegyél meg egy nap, hanem fél csokit tegyél meg egy nap. Ne... Ezek pont azok a, azok a tudatosságok, amelyeket már szerintem nem mint felhasználók és nem mint tartalomgyártók fogunk meghatározni, amíg a Forma egyben a vezető ö, reklám szponzor, az a Marboló volt évtizedekig, év meg a Philip Morris, meg... meg ö, foci meccseken látunk alkoholos italoknak a, a reklámait. Nincs tudatos életmód a reklámokban. Talán annyiban kiegészíteném és annyiban módosítanám az iménti kijelentésemet, hogy talán itt lehetne megfogni a tartalomgyártóként a véleményezést, I igen. hogy pont, hogy a tartalomgyártók, akik szabad vélemény véleménynyilvánítással rendelkeznek, álljanak rá a tudatos ö, életmódra. És ezzel igen. nem azt veszik el, nem a szabad akaratot veszik el, mert én amúgy tök fán lenne, ha mondjuk kiadna a egy saját márkest cigit. Én szakadnék a röhögéstől. De azért annyi tudatosság már benne is Zsiz, van, hogy... Zsigi, zsigi. Ja, zsigi. Zsigi. Hogy, hogy annyi tudatosság már benne is van, hogy idáig nem menne el. Szóval azért... Meg, meg azért azt is... Uh, Oké. Okay. Egy cég beáll Ezek valaki mögé. Profitorientált profit a cég, profitorientációból áll be mögé, egyértelmű. Nem azért, mert lelkes, hanem mert azt látja, hogy ennek a, az XY-nak jók a statisztikái, Igen. és jó vevőket hozhat. Igen. És az aki, az, aki mondjuk őket követi, az potenciálisan a mi körünk lehetne. Uh... Ez, 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 az, ez a reklámiparnak az egyik legszomorúbb uh, igazsága, amit most kimondtál. Uh, Nincsenek morális kérdések? rövidítem, a Samsung nem feltétlenül az ő tartalmuk miatt adta ezeket, hanem azért, mert rengeteg emberhez elérnek. Igen, de azt már ők döntik el, hogy a szponzorációval hogy élnek és hogy mutatják be. igen, igen. Tehát, az, hogy, az, hogy, és egyébként ott oké, hogy a vége mondjuk a, a mekis reklámnál az, hogy töltsd a amivel majd Meki tudsz rendelni egyszerűbben. Azért én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a Marlborónál is ezt egyébként lehet, hogy gyors na most nem mondok ilyet, mert, mert lehet, hogy még a végén meglincselnek érte, de hogy ugyanúgy orvosok egyébként, szakemberek, bár, bármilyen fórumon olvasol, azt elmondják, hogy a gyorskaja távon nem egészséges. De ugyanúgy ugye a dohánynál is ugye megcsinálták azt, hogy rá címkézik, hogy tesó ebbe, hosszú távon bele fogsz halni. Ja. Tehát, hogy tudatosítjuk, hogy, tehát, hogy ez, ez, tudod, az a, a, megfelelő óvintézkedés annak érdekében, hogy te ne legyél perelhető, én figyelmeztettelek érte, hogy te mérget fogsz enni. És ez is, ami, ami, ami tehát, hogy Biztos, hogy vannak politikajáik is a Vannak, vannak. Uh, én azt gondolom, hogy nem nem kell bírálnom, egy olyan társadalomban élünk, ahol jelen vannak gyorséttermi láncolatok. Meg Tehát itt, ez egy szerves része. Itt sem kell ászentnek lenni, meg rám lehet nézni, én is eszek ilyeneket rendszeresen, de nem állítom azt, hogy ezeket uh, így reklámozni kéne, olyan, olyan uh, nyersen kiforró tudatokba, hogy, hogy, ez egy tök normális dolog. És nekem ez az egyik rohadt nagy probléma a viáros is, akik végig zabálják az összes új burgereket. Engem zavar. Egye meg, jó ízűen egye, egészségére tök jó, hogy de ezt ne, ne mások szájába egye is izé nyomogjon bele, Éltem. és mondja, hogy milyen kurva jó dolog, menj el, te is. Nem, ezek pénz. Na ez, 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 egyébként a mai ö, adásunknak, és nem tudjuk, boncolgassuk még, mert ebben van még, de én azt gondolom, hogy ez a mai adásnak a legfőbb dolga, hogy tükörbe tudsz -e nézni utána, hogy moráli, hogy ezt én minden tartalom, én is tartalomgyártó vagyok, ezt minden tartalomgyártónak üzenném, hogy értem én, hogy pénzorientáltak vagyunk. Értem én, hogy meg szeretnénk élni valamiből. Azt is megértem, hogy fontos, hogy minél többen nézzenek. Azt is megértem, hogy ennekében drámát, skriptelt videókat, előre fék videókat rögzítesz fel, amiben, vagy, vagy botrán csinálsz azért, hogy többen, hogy minél populárisabb legyen, mert, mert nem számít. De én minden kedves kollégámnak, ö, sorstársamnak, Üzenném azt, hogy hogy a lelketek az, aminek hatalmas nagy ára van, és, és nagyon sok mindentől felesleges, pszichológushoz járós köröktől tud megmenteni titeket az, hogyha egy egészségesen, morálisabb képet kialakítotok, hogy mi az, amit még belevállalhatok a profilomban, mi az, amit már nem kéne beleraknom a profilba, és, és erre buzdítanék mindenkit, hogy értem. Megértem, a, megértem, hogy egy olyan világban élünk, ahol az erősebb, erősebb, kusz, erőse, erősebb kutya baszik. Értem, hogy olyan világban élünk, ahol tényleg minél többet kell kisajtolni. De van lelketek, és a lelketeknek van ára. És ezen, ezen remélem majd elgondolkodik az a tartalomjártó, aki megnézi, hogy ennek tudatában fog innentől szponzorációt bevállalni, ami nem feltétlen mindig rossz. Csak mérleg egy saját példa, megkeresett, teljesen mindegy, hogy milyen cég, azt mondta, hogy én a TikTok profilomba, ahogy nézegették, pont beleillene, és egy olyan cuccot reklámoztak, ami lehet, hogy jó, de én nem láttam benne azt, hogy ebbe ez valóban hasznos lenne, meg, 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 a profilba se éreztem, hogy ezt hova francba rakjam bele, és csak annyit kértek, hogy termék meg, tehát hogy legyen benne valahol a videóban. És én nem válaszoltam. válaszoltam egyszer, utána elküldték, hogy mit szeretnék, és utána nem válaszoltam nekik, és látom, hogy másik nyolc másik tartalomgyártó is megkerestek, és ők csináltak róla, és, és úgy, úgy a kezemet, hogy édes jó Istenem, de jó, hogy ebben nem szálltam bele. Igen, ez nagyon nehéz kérdés, igen, mondani azért, hogyha elhúzzák a mézes madzagot. Vagy na, nehéz nemet mondani, ha elhúzzák a mézes Mind pénzből élünk. Ezt, a... ezt, nem is vitatom, és nem, én se azt szeretném mondani, én, én nem fogok ilyen felültést adni, hogy sorstárs, meg, meg izé munkatárs, mert én igazából itt ilyen Street fighter vagyok. <laughs> én, én ide Jó, csak vagy. becsöppentem, én, én annyit szeretnék kérni ezektől a, a content kreatoroktól, akik így reklámoznak hirtelen mindent, meg egyszerre mindent, hogy azért legyen már annyi értékerendetek, hogy, hogy végig gondoljátok azt, hogy ez kikhez megy el. Nem, nem azokhoz az emberekhez megy el, akik a komment szekcióba leírják, hogy fú, ez de kurva jó volt, meg fú, most elmegyek a boltba Igen. én is venni. Nem, nem ez a lényeg. Szerintem ne, ne adjátok így el magatokat. Sokkal több mindent és sokkal jobban át tudnátok adni gondolatban, mert akikről mi itt most beszéltünk hosszasan, majdnem egy órát, ezek rohadtul nem hülye emberek. Nem. Én eszméletlenül intelligensnek, és... és minden tiszteletem mindenki. Még, Egy még olyan a olyan kezdeti, karriert futottak még kezdeti be, hogy Dávidtól kalapom, is. abszolút kalapom emelem. Félelmetesen jó, de ezt használjátok már jól. És használjátok úgy, hogy, hogy valami tartalmat adtok át, és nem, nem, ilyen fals fasságokat. Ne, nehéz azt mondani, hogy akkor ki a jó példa, mert hogy erre meg lehet azt mondani, hogy egy vélemény kifejtő videóssal beszélgettem erről, <laughs> Uh, nem fogom bemondani a nevét, egy pár sort írogattam a sráccal, őt egyébként rohadtul megterheli, hogy a véleményét uh, mostanában ugye kinyilvánítja a neten, és kapja emiatt a feedbackeket az emberektől. Viszont abban megegyeztünk, hogy, uh, hogy egy így pár sort így, így, nagyon körbeírva elmondhatok arról az egész helyzetről, uh, vagy nem egyeztünk meg, de most már mindegy. <laughs> uh, annyit, annyit elmondhatok, hogy, én, ez az én személyes véleményem, megint, hogy az, hogy valaki mondjuk kritikát, Dancsó esetében kritikát tölt fel, az nem rossz, mert arra sarkalja a népet, hogy kritikusan gondolkodjon, ami nem rossz. Tegye fel, hogy, és, és akkor itt, ha azt nézzük, hogy ennyiben egyet tudok érteni, ha ha csak az a fogyasztói réteg nézni, aki, aki mondjuk azt mondaná, hogy jó, akkor megnézem újra ezeket a videókat, és újra mérlegelem magamba. Nekem továbbra is tetszik. Újra mérlegelem, és ez ez mondjuk kicsit sok volt. És akkor mi lesz? Tehát miután ezt feltette, többet nem fogja nézni az illetőt? Vagy nem, 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 tehát... a, valóban az lenne ennek az egésznek a lényege, hogy oké, okay, megnéztük a Dancsó videóját, ő megalkotott egy véleményt. Innentől kezdve, Nekünk kell morálisan úgy hozzáállni, Igen. hogy ne az ő gondolatát adaptáljuk és kövessük őt, Mert hogy neki éve mennyire éve rohadtul igaza van. Nem, járjunk utána a dolognak, sarkaljon minket arra, hogy saját véleményt alkossunk. És ha, ha mondhatok ilyen pozitívot erre, erre az egész történésre, az pont az, hogy sarkaljon mindenkit ez arra, hogy alkossatok véleményt, és ne féljetek megnyilvánítani. Mert lehet véleményt alkotni úgy, hogy nem alázol meg másokat, hanem az Tényleg csak vélemény. Péter átesett a ló túloldalára, szerintem ott azért nagyon brutálisan személyeskedésbe átment az egész. Igen, ez sok... Ért, tehát erre is azt tudom mondani, mint a srácnál, hogy értem, hogy mire akart kiukadni. Sokan, sokan belesünk abba a hibába, hogy, Azért, mert valakinek nagy követő tábora van, azért, mert automatikusan igaza van. Ez egyik oldal. Ez nem igaz. Mondom, az egyik oldal, igen, az egyik oldal beleesett abba, hogy hogy igen, ezért is lenne jó, hogy, hogy igen, át kéne gondolni, hogy valóban. Vannak olyan Dancsó videók, egyébként a mai napig én egy-kettőt nézek az mc Istiről, de ott is igazából azt nézzük, hogy egy mentálisan sérült embernek a, a véleménye, tehát a véleménye róla a kifigurázása. Emlékszel, pár évvel ezelőtt volt az a botrány, hogy volt itt nem is olyan messze az a kis srác, aki ilyen fiatal politikusnak elindult. Azt hiszem itt Almás. Ja, igen, Almás, a, aki a vasútállomástól is. Igen, a vasútállomás, meg, igen. meg el volt írva a vasútállomás. Igen, igen. igen. És Almás füzítő? Igen, oh, almás szerintem. Nem is szerintem, tudom, nem, nem, emlékszem. Teljesen mindegy. Ugye ott is az az igazság, hogy Dancsó már, Dancsó már akárhogy is nézem, ö, lefutotta azt az érát, amiben ő nagyon nagy volt. Mm. Mindig is nagy lesz egy millió követővel, így is úgyis több százezren meg fogják nézni a videóját, így is úgyis lesz több százezer követője, de ő lefutotta azt az érát, amikor már azt, a, amikor arról beszéltünk, hogy Dancsó Péter megengedte, meg Credence, meg Vasshaus Gegingen, meg a izé, ott volt az a kis ez, ez ezen már ez elmúlt, és ahogy a, ahogy a pamputyáiknak is elmúlt már, az az érája, amikor dalparódiákat csináltak, ez egyébként a tartalomgyártóként nagyon nehéz dolog, amikor ugye szembesülni kell azzal, hogy megváltoztál, már nem ugyanazt gyártad. Értem? Ezt el kell fogadni, hogy emberek az ember vagyunk, változik, minden, mindenki Tehát változik. A Bércesi Robi, a, har a 30 éves a Hiperkarmának az énekese ha valaki oda kommentett, hogy már nem olyan dolgokat gyártasz, mint régen és így meg vagyunk lepődve, hogy egy 40 éves ember nem olyan dalokat gyárt, mint 26 évesen. És ez, ez igen, ez az emberi megszokás, az emberi megrögzöttség, ez, 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 mérgezi azért a társadalmat nagyon, nagyon rendesen. Hogy, hogy egyszerűen nem, nem hagyunk nyitott ajtókat, nem hagyjuk magunknak a fejlődés lehetőségét, és azáltal, hogy magunknak nem hagyjuk, nem tudjuk elfogadni másokban azt, hogy valaki fejlődik. Mert lehet fejlődni pozitív irányba, lehet fejlődni negatív irányba, és lehet ezzel egyetérteni, lehet ezzel nem érteni egyet. Nem itt eszembe a másik szó. Egyszerűen tényleg annyi lenne az egész, hogy saját tudattal kellene rendelkezni, és nem vakon követni ezeket az embereket. És nekem ez a legnagyobb problémám az internettel, hogy, hogy mennek ezek a, ezek a másolások, hmm. ez a. Most vakon mindenki, nem tudom hány százaléka el fogja hídni, meg teljesen elkezdi majd pocskondiázni a pamkutyáikat, vica verza, majd versa, a pamkutyás fanok meg elkezdik a, a videót. Ez a leg, legborzasztóbb, hogy a, tehát ez, én mindig ezt szoktam mondani, hogy ez a zsoldos katona pozíció. Mert mit csinál a zsoldos katona, ha azt mondja neki a, a fizetője, a munkáltatója, hogy te ezt a falut terrorizáld, van itt 30 milíciám, őket erősítsd és képest, hogy, képes, hogy továbbra is elnyomásba tartsa a falut, és azt mondja a zsoldos katona, hogy, hogy elfogad... szélsőséges a példa, e, azt mondom, hogy elfogadom a pénzt, mert pénz, és, és tényleg, pedig 12 mondjuk szakképzett zsoldos katona simán lemészárolhatna azt a 30 persze, milicistát. Persze. Ott van az eszköz a kezében, ott van a tudása a kezében, és ő mégis a pénzzel hallgat de, 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 a morális... De, de, de nem, nem nem is annyira lesarkított példa, amit mondasz, hát twitch is vannak ugye ezek a menjetek át és jelentsétek ezt a csatornát. Ma jelentik, és letiltják Igen. a csatornát, mert túl sok jelentés van. Meg TikTokon is van ez. Szóval ez, ez így meg csak pacifista módon lájkokkal, meg, meg diszlájkokkal, meg jelentésekkel vívják ezeket a és csatákat, és ez undorodom ezeket. De ugyanúgy ugyanúgy a drámagerjesztés is Igen? ilyen most. Tehát, Igen. hogy miért egy egy tehát már nem tudunk, nem tudunk, úgy élni, hogy, hogy euh, békésen jó tartalmat gyártunk, és mindenki megvan, hogy bele kell állnom a másikba, mert az nézettséget hoz, nem, tehát továbbra is azt mondom, hogy nem azzal van a gond, hogy pedig kifejtette a véleményét. Azzal van a gond, hogy ő ezt azzal a tudattal tette, hogy pontosan jól tudta, hogy ebből dráma lesz. Tehát, hogy Elég, elég, sok éve itt van már a YouTube-on. Pontosan jól tudta, hogy dráma lesz, mert nagyon régen áll a víz a magyar YouTube-on, meg a magyar social médiában, a Mobile Fox előtt nem voltak akkora nagy botrányok, mint. Tehát erre ugye annó rendvideósok tömkelegei, akik abba is hagyták a videózást a, a a pont a negatív dolgok miatt zömmel. Uh, itt vissza lehetne idézni flexet, uh, vissza lehetne idézni ugye a nagyobb tartalom, tehát a, a nagyobb kritikus, ugye a Fanbade Maker Marci, a, a Manin, a Ravencrox, a bána akik ezekre re reflektáltak, reagáltak, ezek mind-mind eltűntek, és, most, már, most már tényleg ott tartunk, hogy a dráma gerje, ezt, biztos, hogy ők elmondták volna sokkal pontosabban és sokkal lényegre törőbben. Engem az, ez bosszant a legjobban, hogy sokkal nagyobb kereslet van a drámára, és sokkal jobban beindítja mindkét oldalra a nézelődést, mint az, hogy mondjuk megnézzük a Dancsónak van, biztos, hogy vannak jó videói. Én is láttam olyat, amit elnevetgéltem, egyet tudtam beleérteni. És mondom, tehát nem, 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 firtatni szeretném, de hogy, mert teljesen mindegy, hogy nekem tetszik, vagy nem, elért egy, elért egy szintet, elért egy pozíciót, amiből megél. Az, hogy nekem mi a személyes preferenciám új, újra, az, az, az én dolgom. De, de tény, hogy elért, amit elért, le a kalappal előtte. Mert ő is ugyanúgy indult, ahogy, és visszacsatolnám arra, amit te mondtál, ugye, hogy a, a a garázsból, a kiskanapéból, és ugyanúgy, ahogy ez a két srác is a pamkutyával, és, és tört, törtek fel vele, és vitathatatlan mindkettőnél, hogy elértek valamit. Tehát hogy ezért tényleg a kalapomat emelem, viszont mind a kettőnek mondom, hogy az, hogy morálisan megkérdőjelezhetetlen lenne mindkettő, tehát hiába, hiába mondja azt a márk, hogy nem szeretnék, ő is pontosan tudja, amikor feltölti, hogy ezzel ugyanúgy mm. valamilyen szinten tovább tolja a és drámát. pontosan tudjuk, hogy mi is miért csináljuk. És pontosan <laughs> tudjuk, hogy... Pont igen, ez lenne az önreflexióm, ön ezt bele akartam csempészni a végére, hogy, hogy mi, is, mi is erre felülve, mi is ezen megkapaszkodva, mi is... De én én pontosan jól tudom, hogy ezt 96 ember, 200 ember, 300 ember, 400 ember, 400 ember fogja megnézni. Nem érdekel, hogy hogy tehát nekem ezt, ezt egyszer beszélgettük, és ez szerintem egy nagyon jó záró akkord egyike. Ha emlékszel, amikor volt egy nagy vitánk erről az egészről, és utána felhívtalak téged, hogy ez az egész egy hobbi, ami értünk van, ami azért van, hogy nekünk a kedvtelésünk az, hogy le tudjunk ülni és a véleményünket mm -hmm. egy jó beszélgetés keretein belül meg tudjuk egymással osztani. Pattogjanak, ha olyan, akkor én, én szeretet, tehát személyes gyűlöletet, itt van ez a srác, a, a, ez a miért, nem érzek iránta, tehát ez egy karakter. De nagyon szívesen leülnék vele beszélgetni, mert ember számba veszem, nincs vele semmi. Tehát magánéletben nincs vele semmi bajom, a tartalommal van bajom, amit gyárt. És hogy itt ülünk, meg tudjuk osztani egymással, pattognak a gondolatok. És ez ugyanúgy egy vita. Mm. Est. Tehát ez, ez, azért van, hogy azt a kis pluszt, ami mondjuk felgyülemlik benned, meg tud osztani egy jókedélyű környezetben Andi nélkül. <laughs> Sajnálom, hogy ő most nincs itt. Ja, jó lett volna. Jó lett volna, ha itt van. De igen, tehát hogy, hogy ez, ez azért van, hogy neked meglegyen az a pluszod, hogy ne égél ki, ne érezd magad rosszul, ahol tudsz szabadon egy kicsit szab, egy szabad térben beszélgetni. És én is néztem, hogy mi az, amit még felírtam, hogy. De igazából igen, tehát, hogy ez nekem egy felesleges dráma volt ez az egész, amit amit, amit csak morálisan és csak lélek szinten el tudok, el tudok ítélni. Ha ezzel az volt a cél, mondom, és sajnálom a helyzetünket, hogy tényleg ilyenek gondolkodok, hogy ez meg volt tervezve, akkor. Nem, nem, nem tudok már. Tehát tényleg morálisan ez nekem annyira már sok, hogy nem is akarok vele ilyen szinten meg egy hát, beszélgetésnél tovább nehéz, foglalkozni. Nehéz, igen. Nehéz kérdés. Én meg szerintem még lehet, hogy a későbbiekben erre vissza fogunk csatlakozni, de köszönöm, hogy megosztottad a véleményedet, meg hogy beszéltünk erről, mert erről szerintem kellett is beszélni. Itt még van egy, van egy pont, ez a hm? erre, erre reflektáltunk, vagy erre reagáltunk? Kérdeztem szerintem. Igen, végül is hátkötjük arra, hogy nem gondolom, Na, hogy sok az minden, lenne. sok minden kérdést, amit fölírtam előre, ugye, amit megosztottam. Átbeszéltük. El. Na, tehát nagyon, nagyon zökkerőmentesen szokásosan adtad rá a választ, úgyhogy majd ütem, mint a kuka. Úgyhogy még egyszer másodjára megpróbálok köszönni. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velem a véleményedet, meg e... hogy megosztottuk egymással. Na jó, igen, mi van? Azt igen, fölírtam, de arra is kaptunk végérvényesen nem, választ. Nem, ne, ne, Utána azt is, ki, meg nem ki, is. kiegészítettem, hogy kinek van igaza. Aha. Most kinek van igaza a videóban, de senkinek nem volt. Nem, volt, senkinek voltak, nem benne, volt igaza. voltak benne igaz aspektusok, voltak benne azért kicsit túlzóak. Ázsió, Krédó, srácok, ez a legfontosabb tartalom gyártóként. Még áron gondolatával szeretném zárni az egészet, és azzal el is fogok búcsúzni, és remélem, hogy meg fogja úgy vágni, hogy rázommal az arcomra nagyon nagyon-nagyon kellemetlenül sok feliratkozó szám felelősséggel jár. Sziasztok! A nagy erő nagy felelősséggel jár. Do or not to do, but not to try. Vagy mit? Így van, nem? Ted vagy ne tedd. De ne próbáld. Nem az előző. I don't speak English! Szerintem ennek az adásnak itt van vége. Sziasztok! lol.